Meseterápián vannak épp az ellátottak. A foglalkozást egy pályázatnak köszönhetően tudják megtartani. A programban nem csak mesét hallgatnak, hanem énekelnek és a ritmus érzéküket is fejlesztik. A foglalkozás nagyon népszerű, az ellátottak szívesen helyezkednek bele a történetbe. Vannak azonban olyanok, akik inkább a munkában teljesítenek jól. Kapuszkodó, poltás, meg én viszem be, meg ki általában a szemetes edényeket az utcára. A gondviselés háza ellátottjainak életében a mozgás is fontos szerepet játszik. Tornaszobájuk van, ahol szakember segítségével mozoghatnak. A nyílt napra bárkit szívesen fogadott az intézmény. Az érdeklődők megnézhették a csoportszobákat, és tájékoztatást kaptak a napi rendről is. Voltak olyanok, akik személyes érintettség miatt vettek részt a programon. Nekünk van egy autista kisfiunk, aki nem súlyos eset, de jelenleg a Keszthelyi Zöldmező iskolában tanul számítógép és adatrögzítő szakon. Jövőre végezni fog, és hát nem tudjuk még, hogy a munkavilágában úgymond el tud helyezkedni. Ha nem találunk neki állást vagy munkát, akkor mindenképpen szeretnénk, hogy állandó elfoglaltsága legyen egy olyan helyen, ahol szakemberek veszik körül, illetve hát hasznosan tölti az idejét. A gondviselés házában 3 évvel ezelőtt kezdtek el nyílt napokat szervezni. Az intézményvezető Máté Szilvia úgy gondolja, fontos megmutatni, hogy ez nem egy zárt közösség. Ugyan a járvány miatt az elmúlt 2 évben nem tudtak vendégeket fogadni, most újra kinyitották a kapukat. A program célja felhívni a figyelmet a társadalom perifériájára szorult emberekre. Nagyon fontos megmutatni magunkat, mint intézmény, hiszen az érzékenyítés komoly téma ma Magyarországon. Nehéz a perifériára szorult, illetve a betegséggel élő emberek helyzete. Ezért én, amikor idejöttem dolgozni, fontosnak tartottam, hogy megmutassuk azt, hogy élünk itt, milyen közegben szeretnek ide járni az ellátottjaink, és nem csak egy megőrző működünk, hanem ez egy olyan intézmény, ahol boldogság van és nevetés. Az ellátottak a ház körül is tevékenykednek, szívesen segítenek az udvar felseprésében vagy a virágok megöntözésében. Sokszor egymást bíztatva, jó hangulatban dolgoznak.